Örömteli hír a külső budai úton élőknek, hogy újabb utcák kapnak szilárd burkolatot. Az eddig földes utcákon nem lehetett kulturáltan közlekedni, főként a csapadékos téli hónapokban. A körzet önkormányzati képviselője dr. Ferenci Norbert emlékeztetett, a korábbi években már több utcát is útalappal láttak el. 2 évvel ezelőtt az Őrház utca és a Kálmán utcának az első szakasza újulhatott meg, utána Tarló utca és az Erdész utca. Ebben az évben pedig az Rínyilona utca és a Kálmán utca egy következő szakasza kerül megújításra. A munkát pedig mindenképpen szeretnék folytatni az elkövetkező években, hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette, a tervek szerint a Kálmán utca következő szakasza, illetve az István-ligeti utca is hamarosan útalapot kaphat. Fontos tudni, hogy csak ott észszerű megcsinálni az útalapot, ahol van csatorna. Ott csináljuk ezeket a beruházásokat, ahol a csatorna már rendelkezésre áll. Ott kell utat csinálni, ahol nem kell ásni az elkövetkezendő időszakban. Itt ugye a csatornázásnak az előző ütemével ez biztosított, úgyhogy ezekben az utcákban haladunk szépen a Lóránffy Zsuzsanna utca irányába, és mindenütt az útalapok megvalósulnak majd, és én azt is szeretném, hogy legalább az elkövetkezendő néhány hónapban egy-két utcában megmutassuk azt is, hogy hogy fog kinézni, hogyha ez majd zárva lesz, tehát a legfelső kopóréteg is rákerül. Az útalap elkészítését az önkormányzat teljes egészében saját forrásból fedezi, tette hozzá a képviselő.